Egyre több tüntetés torkolik rongálásba, fosztogatásba és gyújtogatásba az Egyesült Államokban. A megmozdulások egy George Floyd nevű fekete férfi halálát okozó rendőri brutalitás miatt indultak el, azonban az erőszak miatt több helyen már a Nemzeti Gárda bevetésével és kijárási tilalommal próbálják megfékezni a tömegeket. Mozgósították a Nemzeti Gárdát az Egyesült Államok beli Minnesota államban, ahol ötödik napja tartanak a tüntetések George Floyd halála miatt. Az afroamerikai férfi hétfőn vesztette életét, a gyanú szerint rasszista hátterű rendőri brutalitás miatt. Tüntetések kezdődtek más városokban is, azonban a legtöbb helyen a békés demonstrálók helyét erőszakos csoportok vették át, akik gyakran összecsaptak a rendőrökkel, gyújtogattak és több üzletet kifosztottak. A megmozdulások miatt több város ezért kijárási tilalmat vezetett be este 8-tól hajnali 5-ig. Los Angelesben több mint 500 embert letartóztattak fosztogatás miatt. Seattleben füstbombákkal oszlatták a fosztogató tömegeket. Floridában a rendőrök könnygázt vetettek be. De fosztogatás és gyűjtogatás volt Philadelphiában, valamint Cleveland, Chicago és Atlanta városában is. A fővárosban, Washingtonban a Fehérház körül négyes sorban állnak az állig felfegyverzett rohamrendőrök. Healing, not hatred, justice, not chaos. Az előttünk álló feladat a gyógyulás és nem a gyűlölet, az igazságosság és nem a káosz, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök, aki elmondta, hogy az elhunyt férfi emlékét meggyalázzák a lázongók, a fosztogatók és az anarchisták, akik arra akarják kihasználni a tragédiát, hogy fosztogassanak és megtámadjanak másokat. Groups of outside radicals and agitators. Kívülálló radikális agitátor csoportok kihasználják a jelenlegi helyzetet, hogy a saját erőszakos programjukat végrehajtsák. Sok helyen az erőszak előre tervezett és szervezett formában zajlik, amit anarchista és szélső baloldali csoportok alkalmaznak, jelentette ki az amerikai legfőbb ügyész. New York polgármestere Bill de Blasio szombaton bejelentette, hogy felelősségre fogják vonni az erőszakos tüntetőket. A városban szombaton több mint 200 demonstrálót vettek őrizetbe.